Az orrunk egy igazán különös és összetett szerv, ami külsőnk egyik legmeghatározóbb eleme. Egyesek imádják az orrukat, míg mások, ahogy lehetőségük lenne, azonnal megváltoztatnák a formáját. Sokan azonban nagyon könnyen elfelejtik, hogy az orrunk nem csak a vizuális identitásunk része, hanem fontos szerepet játszik a testünk működésében is. Többek között kritikus életfunkciókat lát el, sőt, meglepően hangzik, de még a szexuális életünkért is felelős lehet. Videónkban most pontosan ezért az órunkkal kapcsolatban gyűjtöttünk össze nyolc érdekes dolgot, amik közül garantáltan nem ismertél néhányat. Az órunkon mindig levegő halad át. Légzés nélkül nem tudnánk sokáig életben maradni, az orrunk pedig elsődleges légzőjáratként jelenik meg a folyamatban. Sőt, órunkon még akkor is levegő áramlik keresztül, amikor a szájlégzésünk válik dominánsabbá, mint például az intenzív edzések alkalmával. Az óron keresztül történő légzés különösen fontos az újszülöttek számára, akik még képesek egyszerre levegőt venni és szopni fulladás nélkül. Az idősebb gyerekeknél és felnőtteknél ez a funkció már nem működik. Nekik mindenképpen le kell állítani a légzésüket, ha nyelni szeretnének. Az órunk párásítja a belélegzett levegőt. Az orrunk nem csupán a levegő áthaladásáért felelős, de még annak minőségéért is. Többek között fontos szerepet játszik a belélegzett levegő párásításáért, mivel a tüdő, illetve a torkunk rosszul tűri a száraz levegőt. Végső soron az orrunk szabályozza a vízelvezetést és a nedvességet a rajta keresztül haladó levegő esetében, annak érdekében, hogy a lehető legjobb minőségben folytassa útját. Az orrunk megtisztítja a belélegzett levegőt. Az orrunk nem csak a belélegzett levegő párásításáért felel, de még annak tisztaságáért is. Az általunk belélegzett levegő mindenféle anyagot tartalmaz, az oxigéntől kezdve, a nitrogénen át, a különböző porokig, és még akkor nem is említettük a vírusokat, baktériumokat, illetve az allergéneket. A levegő tisztításának feladatát az orban megtalálható úgynevezett csillósejtek végzik, amelyek felfogják az említett szennyeződéseket, így azok nem jutnak be a tüdőnkbe. Végső soron a szennyeződések a nyálkahártyában tárolódnak, majd lenyeljük őket, ami azért is előnyösebb, mivel a gyomrunk jobban tolerálja ezeket az anyagokat, mint a tüdőnk. Az órunk szabályozza a belélegzett levegő hőmérsékletét, Ahogyan a tüdönk és a torkunk nem szereti a szennyezett levegőt, ez ugyanúgy igaz a túl meleg, illetve a túl hideg levegőre is. Az orron áthaladó levegő esetében a testünknek lehetősége van arra, hogy a belélegzett levegő hőmérsékletét testhőmérséklet közelivé alakítsa, amit a szöveteink jobban tolerálnak. Érdekesség, hogy a hideg levegő felmelegítése sokkal gyakrabban előforduló tevékenység az orrunkban, mint a meleg levegő lehűtése. Ennek egyszerűen annyi az oka, hogy sokkal több időt töltünk testhőmérséklet alatti környezetben, mint felette. Az orrunk a szagláson keresztül véd bennünket. Jogosan merül fel benned a kérdés, hogy mégis hogyan védene már meg minket az orrunk a szaglás segítségével. Egyáltalán mitől kellene minket megvédenie? Az orrban rengeteg idegsejt található, amelyek érzékelik a szagokat, a szaglásunk pedig új szerepet játszik az ízlelésben is. Alapvetően négy elsődleges ízt különböztetünk meg. Ezek a savanyú, édes, keserű és sós. Ezeket az ízeket a testünk különböző illatokhoz és szagokhoz társítja, így finomítva az ízek élményét. Többek között ezért szokott előfordulni, hogy aki elveszíti a szaglását, annak az ételek is ízetlenné válnak. De hogyan kapcsolódik ez a biztonsághoz? A különböző szagok akár vészhelyzeteket is előre jelezhetnek, amiről orrunknak azonnal tudnia kell. Ilyen szagok lehetnek a szúrós gázok, füst vagy a romlott tételek kellemetlen szaga. Gondold csak végig, ha nem éreznéd ezeket a szagokat, úgy könnyen olyan helyzetbe találhatnád magad, amelyek akár az életedet is veszélyeztethetnék. Röviden, köszönd meg az orrodnak, hogy épségben és biztonságban tart. A szaglás kihatással van a memóriára és az érzelmekre. A szaglás az agy előső részében közvetlenül az órüreg felett található szaglóhagymával társul. Ez a rész az agyunk limbikus rendszeréhez tartozik, és többek között a memóriáért is felelős. Ezek után kicsit sem meglepő, hogy a különböző szagok hogyan képesek hatni a memóriánkra, illetve az érzelmeinkre. A szagok fontos szerepet játszanak az emberek megkülönböztetésében és a hozzájuk társított érzelmekben. Például, ha valakit kedvelünk és egy különös parfümöt használ, aminek az illatát szeretjük, úgy a memóriánkban ez az illat társulni fog az említett ember személyéhez. Az orrunk segít társat találni. Testünk számos funkciója a szexuális aktivitásra és szaporodásra irányul, és ebbe a csoportba az órunk is beletartozik. Az ellenkező nem parfümjének, kölniének vagy samponyjának illatához gyakran társulhat szexuális izgalom, sőt, akár egy adott ember izzadsága is hasonló vonzalmat eredményezhet. Ennek az ellenkezőjét már kutatások is bebizonyították, miszerint a szaglás elvesztése csökkenő szexuális készséggel párosul. Az órunk alakítja a hangunkat. Amikor halljuk az embereket beszélni vagy énekelni, az nagyrészt a torok és az orr rezonáló struktúrájához kapcsolódik. Az emberi hangok a gégében keletkeznek, Azonban a hangok inkább zümmögőek, és gazdagságukat az határozza meg, hogy hogyan kerülnek feldolgozásra az orban és a torokban. Pontosan ebből kifolyólag az orrunk a torkunkkal együtt fontos szerepet játszik a hangok kialakításában. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az orrunk egy nagyon különleges és összetett szerv, ami nem csak a külső megjelenésünkben játszik fontos szerepet. Feladatai közé tartozik többek között a belélegzett levegő minőségének megtisztítása és fenntartása, megvédhet minket a potenciális veszélyektől, illetve még a társtalálásban is segítségünkre lehet. Te hány meglepő dolgot ismertél a listánkról? Válaszodat ír le kommentbe, és ha tetszett, amiket az orrunkkal kapcsolatban láttál és hallottál, akkor kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra, lájkold like videóinkat, és bátranóz meg barátaid között is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk.